Harmadik könyv. Lázáró kézmozdulatával mindent félre söpört, amit Billy Pilgrim egyáltalán mondhatott volna. De ne törődj vele, fiú, fordult Lázáró Billyhez. Élvezd az életet, amíg lehet. Semmi se fog történni, lehet, hogy 5, lehet, hogy 10, 15 vagy 20 évig. De hadd adjak neked egy jó tanácsot. Ha csengetnek az ajtódon, mindig valaki mást küldj magad helyett ajtót nyitni. Kurt Vonnegut, az 5-ös számú vágóhíd. 1979 ősze. Első fejezet. A pokol konyhája megváltozott. Az utcákat már nem söpörték naponta, grafitik csúfították el a legtöbb épületet. A lerobbant bérházakat felváltották az olcsó, sok emeletes lakások. A boltok ajtajára éjszakánként rács került. Sok ír és olasz bérlő elhagyta a környéket. A biztonságosabb Queensbe és Long Islandre költöztek. A kelet-európaiak pedig teljesen eltűntek. Brooklynban és New Jerseyben folytatták életüket. Helyükbe egy rakás spanyol telepedett, meg feketék a felsővárosból, és újabb bevándorlók a szigetekről. Ezek mellett nagy számban érkeztek fiatal, pénzben nem szűkölködő középosztálybeli párok, akik nem ritkán egész sorlakást vettek meg és újítottak fel. A gazdag fiatalok még a környék nevét is megváltoztatták. Most Clintonnak hívták. A régi rend felborult. Már nem a szerencsejáték és a lopott áru, hanem a fegyver és drogkereskedelem hozott gyors pénzt. Elterjedt a kokain, dílerek osztották fel a környéket, nyíltan árulták a port az utcasarkokon vagy parkolóautókból. A lakókat legtöbbször a rendőrségi szirénák ringatták álomba. Sok banda jelent meg, de az írek voltak a legveszélyesebbek. Körülbelül 40 tagot számláltak, akik mind hűséget esküdtek. Westside-i fiúknak hívták magukat. Az ő kezükben összpontosult a drogkereskedelem a pokol konyhájában. Ők voltak a környék leggyilkosabb szervezete a Pagáglis óta. Pénzért bármit megtettek, a kerületben épp úgy, mint azon kívül. Az olaszok gyilkosságokra bérelték fel őket, teherautókat térítettek el, majd elosztották a zsákmányt. Védelmi pénzt szedtek a boltokban. Kokaint és heroint vettek készpénzért a belvárosi dílerektől, aztán visszamentek, lelőtték a dílereket, s visszavették a pénzt. Gyilkos hajlamaikat drogokkal és alkohollal táplálták, és semmilyen bűntől nem riadtak vissza. Saját öltözködési stílusuk is volt. Fekete bőrdzseki, fekete ing, farmer nadrág. Télen újatlan, fekete pamut kesztyűt hordtak. Aláírásukat minden tetemen otthagyták. Golyókat az áldozat fejében, szívében, kezében és lábában. Ha azt akarták, hogy valakit ne találjanak meg, feldarabolták, majd a testrészeket szétszórták New York 5 város részében. Nem csak a pokol konyhája változott meg. Hasonló hírek érkeztek az ország és a világ valamennyi nagyvárosából. Atlantában egy szabadlábon levő sorozatgyilkos fekete gyermekeket gyilkolt. Egy Cincinnati-ben rendezett Who koncerten 11 ember tapostak halálra. A Sony piacra dobta az első Walkman-t. Egy londoni kórházban megszületett Louis Brown, az első lombik bébi. Aláírták a Camp Davidi békeegyezményt, s Nagy-Britanniában az ira terroristái meggyilkolták Lord Mountbatten-t. A Chrysler állami támogatással megmenekült a csődtől, John Wayne pedig rákban hunyt el. Bizonyos dolgok azonban nem változtak. Még mindig King Bennie volt a pokol konyhájának egy része, s még mindig abból a kis szobából irányított, ahol először találkoztam vele. Nem törődött a fegyver és drogkereskedelemmel, megelégedett azzal a haszonnal, amelyet a kevésbé erőszakos, bár épp úgy illegális tevékenységekből húzott. Idősebb volt, bölcsebb is kicsit, és ugyanolyan veszélyes, mint valaha. Még a Westside-i fiúk is tiszteletben tartották a területét. Kövér mancsót sem lágyította meg az eltelt idő. Még mindig kis boltja előtt áldogált, morgott és kiabált mindenkire, aki arra járt. De az eltelt idő alatt új feleséget, új társadalombiztosítási számot, még egy lakást és újabb, havonta kiutalt táppénzes csekket szerzett. Még mindig számos bár és étterem tarkította a környéket, és sok új helyiség nyílt, amelyek belvárosi klientúrát próbáltak kiépíteni.
A legjobb helyek azonban az öreg, kopott krimók maradtak. Például a Shamrock Pub a nyugati 48. utcában, ahol a város legédesebb ír gyümölcskenyerét készítették. Egyébként is a legjobb étterem volt a pokol konyhájában. Ez a hely hű maradt a múlthoz. A helyiek számlára ihattak, fogadásokat köthettek, a hátsó helyiségben akár alhattak is. Olyan hely volt, ahol megtartották a titkokat. A Shamrock Pub a késő szerda estéhez képest szokatlanul tele volt. Az étterem egész hosszán végigfutó fapult mellett két férfi ült viseltes öltönyben kioldott nyakkendővel, kezükben egy-egy üveg édes robroly. Jimmy Carter elnök gazdaságpolitikájáról vitatkoztak. A pult túlsó végén egy öreg viharvert arcú ír ült vastag gyapjú kabátban. Harmadik sörét szopogatta, láthatóan ügyet sem vetett a másik kettő beszélgetésére. A bárpulttal szemben öt box terpeszkedett, mindegyik egy-egy ablak mellett. A plafonról lógó lámpák szolgáltattak némi fényt. A hátsó falnál négy fehér abrosszal letakart, kör alakú asztal állt. Fölöttük díjnyertes versenylovak képei, nyugalmat sugárzó írtájképek fügtek. Valamint egy fotó a kocsma első tulajáról, egy savanyú képű Dubliniról, akit Dusty McTweednek hívtak. A Shamrock Pubot mindenki ismerte, aki a Westside-on élt és dolgozott. Különös társaság gyűlt itt össze. Kiadófélék, akik a sört szerették. Zsaruk, akik megszomjaztak az őrjáratban. Turisták, s az utóbbi években feltűnedeztek a Westside-i fiúk megfoghatatlan tagjai is. Az egyik asztalnál a pultnak háttal egy fiatal pár szorongatta egymás kezét, köztük egy félig már kiürült üvegfehérbor. Egy inkább barátoknak, mint szeretőknek látszó idősebb pár az első boxban üldögélt, figyelmüket lekötötte a jól átsült báránypecsenye, meg a második kosárka gyümölcskenyér. A fal mellett két pincérlány áldogált, 20-as éveik elején jártak, fekete miniszoknyát és fehér blúzt viseltek. Cigiztek és suttogva beszélgettek. Színésznők voltak és szobatársak. A borra való épp elég volt, hogy kifizessék a Chelsea-beli szobát. Egyikük elvált, a másiknak viszonya volt egy iszogatós kamionsofőrrel. Ezen kívül csak egy vendég tartózkodott az étteremben. Egy tagba szakadt férfi ült az utolsó boxban, 30-as éveinek vége felé járhatott. Cigarettázott és sört kortyolgatott, várta, hogy az étele hűljön kicsit. Az aznapi specialitást rendelte, fasírtott barna szósszal, krumplipürével és spenóttal. Előételnek paradicsomkonzervvel készített tésztát kért. Két darab vajat tett a szószra, s a szétfőzött tésztát kevergette. Várta, hogy elolvadjon a vaj. Hosszú, sűrű szőke haja eltakarta a fülét, s kopottas kék ingének a nyakát verdeste. Erős vonású és ránctalan arcában kék szeme a távolba merett. Az egyeninget részben elfette egy cipzáros kék kabát, amelynek mindkét ujján a Rendel Security biztonsági cég emblémája díszlett. Egy 357-es magnum volt az övében. Jobb kezét apró rózsaszínes gyűrű díszítette. Elnyomta a cigarettáját a hamutában, amely a sótartó és a fémcukros tálka közt hevert. Felkapta a villáját, nekilátott a fassírtnak, s közben nézte a pult fölé helyezett tévét. A New York Knicks és az Atlanta Hawks játszották a második unalmas negyedet, ráadásul a hangot is levették. Odakint metsző őszi szél rázta meg az ablakokat. Az ég beborult, eső közeledett. Este 8:45 volt. 8:25-kor két fiatal ember lépett be az ajtón. Mindketten fekete bőrdzsekit, fekete inget, fekete farmer nadrágot viseltek. Egyikük nagyon vékony volt, széles, jóképű arcát göndör fekete haj keretezte. Fekete kesztyű volt a kezén, az ujjak levágva egész a bütykökig. Fekete kalapjának a karimáját felhajtotta. Nadrágjának egyik hátsó zsebében két decis viszkis üveg, a másikban egy cigaretta tartóban 3 gram kokain. Vantage márkájú cigarettát szívott. Ő lépett be elsőként az ajtón. A másik fiatalember nagyobb darab volt, fekete nadrágja feszült a derekán, nyitott bőrdzsekije szabadon hagyta vastag nyakát, erős vállait. Dohányt rágott. Világos barna haját dokmunkás sapka takarta. Vádli ígérő, fekete csizmája ragyogott. Jobb lábbal lépett az ivóba,
azzal a lábával, amelyik még gyerekkorában sérült meg valahol. A csapos feléjük biccentett, jól ismerte őket látásból. A környéken csaknem mindenki a nevüket is tudta. Ők voltak a Westside-i fiúk két alapító tagja, a legveszélyesebbek a bandából. A vékonyabbik kölyökkora óta többet volt börtönben, mint odakint. Rabolt és gyilkolt, önkényesen vagy parancsra. Jelenleg épp 4 felderítetlen gyilkossággal vádolták. Alkoholista volt és kokainfüggő. Gyorsan dűbe gurult, s még gyorsabban tüzelt. Egyszer lelőtt egy szerelőt, mert nem látott tőle a moziban. A másik ugyanolyan veszélyes volt. Első gyilkosságát 17 évesen követte el. $50 kapott érte. Ivott, drogozott, és volt egy felesége valahol Queensben, akit sosem látogatott. Elsétáltak az öreg meg az első boxban ülő pár mellett. Oda bólintottak a pincérlányoknak, akik buzgón visszamosolyogtak. A két üzletembertől 3 székre leültek. Kopogni kezdtek a fapulton. Jerry a csapos előzékeny középkorú ember volt, feleséggel és 2 gyerekkel, s 6 éve először állandó munkahelyjel. Mindkettőjüknek kiöntött egy dupla adag white turkeyt, mellé sört kísérőnek, s ott hagyta az üveget a pulton. A vékonyabbik felhajtotta az italt, majd újabb cigire gyújtott. Egy mozdulattal odaintette a csapost, hogy megkérdezze, miről beszélget a két öltönyös. Arcizma sem rezdült, amikor megtudta, Carterről folyik a szó. Közelebb hajolt a pulthoz. A hátsó traktátusban üldögélő párt figyelte. Öntött magának meg a barátjának még egy duplát. Odaszólt a csaposnak, hogy vigyen a két öltönyösnek egy italt, írja a számlájához, hozzátéve, hogy szóljon nekik, a pokol konyhájában nem szívelik a republikánusokat, úgyhogy sürgősen változtassanak politikai meggyőződésükön vagy a beszélgetés témáján. A pufókab most az órájára pillantott, meglögdöste a társát. Késésben voltak egy találkozóról. Egy Raúl Reynoso nevű díler rejtőzött a 3 saroknyira levő Holiday Inn-ben. Drogbizniszt akart bonyolítani velük még este 9 előtt. Reynoso 2 kilogramnyi kokaint akart tőlük venni. $25,000 fizetett volna érte, készpénzben. A két férfinak azonban más tervei voltak. Ők el akarták vinni a pénzt, cserébe 4 golyót hagytak volna Reynoso szívében. Úgy beszélték meg, hogy levágják a fejét, és egy jeges vödörben otthagyják a szobában a tévé előtt. A vékonyabbik átnyúlt a pulton, elvett egy étlapot, a barátjára nézett és vállat vont. Utált éhgyomorra gyilkolni. Odaadta az étlapot a barátjának, kérte rendeljen valamit mindkettőjüknek, neki ki kell mennie a mosdóba. A dagi elvette a menüt, mosolygott. Egész életében ismerte a másikat. Együtt nőttek fel. Ugyanabba az iskolába jártak, ugyanazokban a börtönökben ültek, ugyanazokkal a nőkkel háltak, ugyanazokba a testekbe röpítettek már számtalan golyót. Az évek során a soványabbiknak kivétel nélkül minden étkezés előtt ki kellett mennie. Felállt tehát a bárszékről, közben kiitta a sörét. Aztán megfordult, s a székek meg a boxok közti keskeny helyen elindult hátrafelé, keze az oldala mellett. Kifelé nézett az utcára. A bárpult végénél a leghátsó box mellé érve levette tekintetét a kinti forgalomról, és összenézett a férfival, aki a fasírtó specialitást fogyasztotta. Néhány másodpercig farkas szemet néztek. Az egyik szempárban felismerés csillant, a másik megtelt ingerültséggel. Tudok segíteni, főnök? Kérdezte a boxban ülő férfi. Szája tele volt krumplipürével. Most nem, mondta a vékony, majd tovább ment. Lemosolygott a másikra, s további jó étvágyat kívánt neki. Bebotorkált a férfi vécébe, megnyitotta a hideg vizes csapot, nézni kezdte az arcát a tükörben. 27 éves volt, de jóval idősebbnek látszott. Az alkohol és a drog súlyos vámot szedett ezen az arcon, amely még mindig elég jó képű volt, hogy mosolycsaljon a vonakodó nők ajkára. Nyugodt mozdulatokkal levette a kesztyűjét, megnézte a kezeit, a durva bőrt, a fehéren és tisztán kirajzolódó hegeket az új percek fölött. Visszavette a kesztyűt, a piszoárhoz lépett. Szerencsés egy fasz vagy, Reynoso, gondolta magában.
Ez a pisálás mentette meg az életedet. Kijött a mosdóból, újra elsétált a hátsó boxban ülő férfi mellett. Visszaült a barátja mellé, egy cigit vett a szájába, töltött magának. Csirkemelles szendvicset rendeltem, kezdte a barátja, sült krumplival, meg két kosár gyümölcskenyeret. Tudom, hogy szereted azt a szart. Jó lesz? A vékony a pult felett függő tükörbe nézett. Szemét az egyenruhásra szegezte, aki lassan befejezte a vacsoráját. Na gyerünk, veregette vállon a barátja. Üljünk be az egyik boxba, ki tudunk nyújtózni meg minden. A vékony feléje fordult. Arra kérte, vessen egy pillantást az utolsó boxra. Nézze meg jól az ott ülő férfi arcát. Cimborája megfordult a széken. Megbámulta a cipzáras dzsekit viselő idegent. Arca pár pillanatig kifejezéstelen maradt, látszott, az emlékezetében kutat. Aztán szemeiben örvényleni kezdett valami. Biztosan ő az? Kérdezte, reket volt a hangja, felső ajka remegett. Biztos, hogy tényleg ő az? Hiszen ismersz, erősítette meg a vékony. Én sosem felejtek el egy jó havert. Mindössze addig maradtak a bárpultnál, míg kikattintották fegyvertáskájuk biztonsági csatját a dzsekijük alatt. Aztán egyszerre felálltak, és elindultak hátrafelé. A vékony ment elől. Hello, mondta a vékony, az asztal mellé húzott egy széket. Rég találkoztunk. Ki a faszon vagytok, fiúk? Kérdezte a boxban ülő. Nem látszott ilyetnek, inkább csak feldühítette a tolakodás. És ki a faszon mondta, hogy leülhettek? Azt hittem, örülsz majd nekünk. Fogott bele a dagi. Hát Istenem, tévedtem. Mindig azt hittem, vitted valamire, vette át a szót a vékony, s a kabát ujjaira vart emblémákat nézegette. Mennyi időt öltél az edzésbe, aztán most más pénzét őrzöd. Tiszta időpocsékolás. Utoljára kérdezem. Egyre dühösebb lett a férfi. Mi a cirádás lófaszt akartok? A vékony levette a kesztyűit, bőrkabátja felső zsebébe tette. Két kezét az asztalra fektette. Ujjai éppen érintették az asztalon a kiürült sörös üveget. Látod a sebb helyeket? Mutatta. Nézd csak meg őket. Nem kell sietni, van időnk. Eszedbe fog jutni. A biztonsági őr a kezekre merett. Felső ajka felett verítékezni kezdett a bőr, teste megfeszült. Veszélyt érzett, tudta, sarokba szorították. És akkor eszébe jutott. A felismerés úgy vágta arcon, mint egy hideg, nedves roncsomó. Hátradőlt, fejét a box tetejének támasztotta. Próbált megszólalni, de nem tudott. Szája kiszáradt, két keze az asztal szélét markolázta. Értem már, hogyan tudtál elfelejteni. Mondta a vékony halkan, szinte kedvesen. Mi csak játékszerek voltunk neked meg a haverjaidnak. Nekünk kicsit nehezebbán felejteni, folytatta a testes, hiszen olyan sok emlék összefűz bennünket. Régen történt, nyögte ki végre a biztonsági őr. Gyerekek voltunk még. De most már nem vagyunk azok, tette egyértelművé a vékony. Mit akartok, mit mondjak? A férfi hangjába visszatért a düh. Hogy sajnálom, ezt akarjátok? Kérjek bocsánatot? Ne kérj, hárította el a vékony, s az asztalról lassan az ölébe csúsztatta a kezét. Tudom, hogy igazából nem sajnálsz semmit, s ha ki is mondod, az már kurvára nem változtat semmin. Akkor mi van? Nézett rá a biztonsági őr az üres tányér fölé hajolva. Mit akartok? Amit mindig is akartam, Nox, mondta a vékony. Végignézni a halálodat. A vékony férfi John Riley és a kövér barátja Tommy Vajas Marcano talpra ugrott. Mindkét kezükben egy-egy pisztoly csillant. Az étteremben minden mozgás megszűnt. A fiatal lány a hátsó asztalnál levette kezét a fiúéről és a szájára tapasztotta. A csapos kikapcsolta a tévét. A két pincérlány besurrant a konyhába.
Sean Noakes 37 éves volt. Biztonsági őrként dolgozott, s nem tudott szabadulni a szerencsejátéktól. Két havi lakbérrel tartozott. A felesége azzal fenyegetőzött, hogy elhagyja, a kislányukat pedig hazaviszi az anyjához. Wilkinson óta nem kapott rendes fizetést. Városról városra vándorolt, egyik munkahelyről a másikra. Úgy érezte, végre egyenesbe jött. Manhattanben talált munkát, amellyel egész rendesen keresett. Azért érkezett a pokol konyhájába, hogy kifizessen egy régi tartozást. Reménykedve ment haza a feleségéhez, érezte, talán van még esély a kibékülésre, csak előtte még beült egy étterembe vacsorázni. Nem tervezte, hogy összefut régi Wilkinsoni ismerősökkel. Nagy kár, hogy fasírtot rendeltél, sajnálkozott Tommy. A csirke mellitt fantasztikus. De ezt te már sosem tudod meg. Beszari kis faszok voltatok, kiabált Noakes. Mind a ketten. Mindannyian. Be voltatok szarva. Próbáltam kemény embert faragni belőletek, hát csak az időmet vesztegettem. Akkor teljesen félreértettem az egészet, csóválta a fejét Tommy. Én idáig azt hittem, hogy csak élvezted, hogy kisfiúkat versz meg keffélsz. A pokolban fogtok égni, üvöltött Noakes. Halljátok a kurva anyátokat a pokolban! Csak utánad, mondta John. Az első golyó Noakes tarkóján jött ki, a második a jobb szemébe fúródott, a harmadik pedig szétrobbantotta a homlokát. Noakes feje hátra csuklott, két kezét széttárta, szája szinte komikus fintorba torzult. Tommy kilépett a boxból, Noakes mellé állt. Mindkét kezébe és mindkét lábába belelőtt. John a helyén maradt, s három golyót eresztett Noakes mellkasába. Mielőtt meghúzta a ravaszt, minden alkalommal megvárta, hogy a test ne rángatozzon. A csapos a lövések alatt végig csukva tartotta a szemét. A fiatal pár a földre bukott, az asztal alatt keresett fedezéket. Az első boxban ülő pár jéggé dermedt a rémülettől, csak néztek egymásra, a kést és a villát még mindig a kezükben tartották. A két üzletember egy pillanatra sem fordult hátra. Egyikük bevizelt, remegő kezében szétmorzsolódott a perec. A pincérlány a konyhában reszketett a grillsütőnél, mellette állt a szakács. A pult végén az öregember előrehajtott fejjel ült, átaludta az egész lövöldözést. John és Tommy visszatették a fegyvereket a pisztolytáskába. Még egy pillantást vetettek Noakesra, aztán elindultak kifelé. Hé, Jerry! Szólt oda Tommy a csaposnak. Megtennél nekem valamit? Parancsoljon! A csaposnak most már nyitva volt a szeme, próbált nem nézni az utolsó boxban heverő testre. Csináld Elvitelre azt a két szendvicset.